Szia! Nagy Zsolt vagyok, és ma szintén a szervez-szervetlen témában jelentkezem egy újabb videóval, méghozzá nagyon-nagyon kapcsolódva az előző forsavas videónkhoz, hiszen a B-vitaminok együttes hatása az sokkal-sokkal jobb, mint hogyha önmagába alkalmazzuk őket, és hogyha azt néztük, hogy a forsav szívérendszeri problémák, illetve a nyitott gerinccel születendő gyermekeken mennyire nagyon-nagyon tud segíteni, akkor ez a formáció, a B12, ez szintén ehhez fog hozzájárulni, és mindjárt meg is mutatom, hogy mikor és hogyan fog tudni ehhez hozzájárulni. Tehát B12. Nagyon-nagyon régóta bizonyított tény egyébként a legtöbbet használt formátummal kapcsolatban, a cianokobalaminnal, hogy segíti a szívrendszeri problémákat, ugyanúgy segíti azt, hogy nehogy nyitott gerinccel szülessen egy gyermek. Hosszú távon gyakorlatilag a demencia akadályozásában nagyon-nagyon fontos szerepe van, és gyakorlatilag csontritkulás ellen is hat. Hogyha ezt a vegyületet nézzük, akkor az a tapasztalat vele kapcsolatosan, hogy azok az emberek egyébként, akik húsféléket fogyasztanak, azok eléggé jól el vannak látva B12-nek a szerves változataival. Mégpedig azért, mert kb. 5 mikrogramra van szüksége naponta a testünknek, és ez a húsfélékből elég jól pótolható. Ami a nagyobb probléma, az a vegetarianizmus, ahol gyakorlatilag nagyon-nagyon nehezen határozható meg, hogy mekkora mennyiség is fog bejutni a szervezetedbe. És ugye ez azért lesz probléma, mert hogyha nem tudod ezt a szintet folyamatosan fenntartani, hogy 5 mikrogram bejusson a testbe, akkor nagyjából 6 hónap, illetve 12 hónap között szinte teljesen képes kiürülni a szervezetből. Ugye itt jön be az a helyzet, hogy na jó, de oké, már régóta a vegetáriánusok használnak különböző B12 vitamin pótlókat, méghozzá algákból. Sajnos az a helyzet vele, hogy régebben nem igazán jól tudtuk mérni a B12-nek a mennyiségét, és ezért olyan vegyületeket is beleszámítottunk a B12 mérésbe, amik úgymond csak hasonlítanak, analógiai egyébként a B12-nek. És itt a táblázatban bemutatom neked, hogy ezek a formátumok miért, tehát ezek azok, amik nem jók. Különböző algaféléket, hogyha megnézed, egyedül a természetes körülmények között termesztett klorella az, amiben olyan B12 forma van, amit aztán jól is használ a szervezetünk. Néhány olyan technológia is létezik, amikor különböző fermentációs eljárásokkal jutunk B12-höz, ugye ezekkel lehet még valamit segíteni ezen a hiányon. De az új mérési eredmények azok mind azt mutatják, hogy gyakorlatilag a vegetáriánusok alul vannak ellátva B12-vel. Most szeretném azt megmutatni neked, hogy a szervezetünk hogyan alakítja át egyébként a különböző B12 változatokat, és ugye az inaktív változatoktól hogy jutunk el a legaktívabb változatokig. Ezen az ábrán nagyjából, tehát tényleg csak ilyen vázlatosan bemutatom neked azt, hogy a cianokobalamin, ugye, ami egy mesterségesen előállított változat, 4 lépcsőn keresztül fog eljutni addig, hogy végül vagy metil, vagy adenozil-kobalaminná alakuljon a szervezetünkbe. Na most ez egy ugye nagyon energiaigényes folyamat lesz. Túl sok energiát fog igényelni a testet különböző területeiről. Méghozzá azt, hogy például metil csoportot fog igényelni ez a folyamat, ami ugye tök jó, átalakul hidroxikobalaminná a vegyület, de valójában, amikor majd fehérjét meg DNS-t akarsz szintetizálni, ott pedig hiányozni fog ez a vegyületcsoport, tehát problémát fog okozni a szintézisben a későbbiek során, hogyha ezt előre elhasználtuk. Aztán amit föl szoktak még hozni vele kapcsolatosan problémaként, hogy ugye cian vegyület fog felszabadulni belőle. Na most ez is egy érdekes dolog, mert ugye láthattad az előző ábrán, hogy a hidroxikobalamin a következő lépcsőfok az átalakulásba, és a hidroxikobalamin pedig cián vegyületeket ürít a szervezetedből, tehát segíteni fogja a méregtelenítését. Ugye a felhalmozódás a sejteken belül, hogyha nagyon-nagyon hosszú időn keresztül 1000 mikrogram fölötti mennyiséget adagolunk a cianokobalaminból, akkor a sejtekbe képes felhalmozódni, és ugye ezt nem fogjuk tudni használni, tehát ez ráadásul úgy fog tűnni, mintha ott lenne, de mégsem, tehát semmire se jó vegyületként ott lesz. Viszont ugye, ha nem került be a sejtem belülre, akkor azt mondhatjuk, hogy elég gyorsan tud ürülni a vérből, tehát mondjuk ilyen szempontból pedig ez pont egy pozitívum lehet, hogy gyakorlatilag, ha nem tudtad átalakítani, akkor azért elég gyorsan ki fog ürülni a testedből. Láthatod, hogy gyakorlatilag cianokobalamin ugye nem a legjobb forma,
A hidroxikobalamin ugye a három lépcsőfok kell ahhoz, hogy átalakuljon, viszont azért nagyon jó, mert ugye képes akár adenozil, vagy akár metilkobalaminná átalakulni. Ugye ez egy nagyon nagy előny, és ez egy olyan természetben előfordul a vegyületforma, amihez nagyon jól be van rendezkedve a szervezetünk, nagyon könnyen tudja átalakítani, tehát nagyon jól fogja tudni használni, még annak ellenére is, hogy több lépcsős. A másik kettő viszont azonnal felhasználható. Ugye ebből is adódik az egyik problémájuk, hogy például ugye az egyik, az adenozilkobalamin, az igazándiból az izmok energiaellátásában fog mondjuk nagy szerepet játszani, míg a metilkobalamin az pedig ugye az agyadra fog jótékonyan hatni, a szívrendszeri problémákat fogja jobban csökkenteni, persze minden mellett az adenozilra is ez részben igaz, de abban lesz ő jobb. Tehát, hogyha így nézed, akkor nagyon fontos vagy nagyon jó lehet egy hidroxikobalaminos pótlás, illetve hogyha pedig ugye a másik kettőt a teljesen aktív formátumok mellett döntenél, akkor jó lenne, hogyha mindegyikből jutatnál a testedbe, mert akkor nem lesz hiány egyik oldalon se a szervezeted működését tekintve. Remélem ezzel a videóval is megint tudtam segíteni számotokra abban, hogy mondjuk mi is a jó pótlás az étrendetek mellett arra, hogy jól tudjon működni az egész testetek. És hogyha ez így van, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és várlak egy következő videóban is, remélhetőleg szintén olyan adatokkal, amit jól fogsz tudni használni. Szia!